Jó, menjél messzebb. Hello, hello, fuck you, Még fuck messzebb. you, Szotyi, Szotyi, fuck you. Ez benne lesz a hiba Persze, benne lesz, bakipanádéba. na. Bla, 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 blu, blu, blu. Én meg ide. Na, ez már elég. Most viszont elmegy. Hát fölösleges, még ne menjen. Hát azt hittem, mert... De hogy is, hát én sem. Ez van a csapó, anyám kénye, minden. Kész vagyok. Csapó, anyám kénye. Ah, amatőr. Hát te gondoljam a situation. Ne vegyed. Ne vegyed! Hát nem jó még. Amatőrrel dolgozom. Kirúgom! Jó. Ne bomolj, büttögölj. Ja, indulhatok? Kus. Elindítottam ezt is. Még egy hármast bökjél. Utolsó hármast nem szereti. Hello! Hello! Mehetek? Elég. Sziasztok! Új formula van, párom rábeszélt erre, nem tudom hány kamerás szisztemre. Most ez lesz próbaképpen. Itt van a kész élesztőm, ez hagyományos élesztő. 100 ml vízben van egy 3 deka élesztő felfuttatva. Hozzáadjuk ez a szép kis... Mi ez? Tésztához. Tojáshoz. Ó, viki. Száll a pihe itt előttem, nem tudom, látszik-e. Hát, mint a havazna. Amikor már ilyen szépen összeállt a tészta a villával, akkor jön a kezünk. És szépen elkezdjük, mint a hagyományos tésztát, kicsit összemancsigolni. Így, egy másodperc, a só, az mindig elfelejtem. Kezemről is milyen szépen elvált. Villával segítünk neki. Jó, ja, várjál, ez meg megy. Megy? Most akkor... Ájj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 j
szívem, nem lesz ez így jó. Mi van? Á, ez az oldalam olyan sötét. Jaj, nincs feloldva, nincs feloldva. Az sincs feloldva. Jaj, hát ez az. Na jó. Mehetek, cicus? Mehetek? Ne komolytalankodjál. Na, nekem ez így van tetszik. Félre ebből a lábossal. Tál. Súgó, ott a súgó. Készítünk egy kicsi zsemlét. Ennél nagyobbat. Ez akár lehet látni, szépen nyújtható, mint a gyúrható, mint a normális tészta. Picikét ragad, de az nem vészes. Például most a kezemre. Ennyi kell. És ez szépen. Ezt még pofozgatom, ez még nem szép. Szebbnek kell lenni. Szép legyél vekni. Na, mehet? Mehet van!
Gazsi. Ó, de szép háttérképed van. Hello. Ha, csinált egy fotót is. Na. Uhú. Taram, 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 kész vagyunk, kérem szépen. Hát lehet, hogy forró lesz ez még. Igen. Ennek a kenyérnek a közepe, ez egy... mit mondtam, hány grammos? Hát is felejtettem, 12. Elmegyek a puskámért. Én ezt főztem mára, vagy ezt sütöttem mára. Megvárjuk, még kihűl, és hát, hogyha a belsője nem is olyan szép, de remélem az lesz, úgyhogy visszatérek. Felvágjuk a kenyeret. Először a zsömlét. Ide mutassam. Itt van egy szelet félbevágott zsömlém. Oda, nál fölösleges, mindegy. Oda is mutatom. Igen. Ide mutatom, azt mondták, ide elég. Na, felvágja az ujját mindjárt. Véres kenyér lesz. 35 g egy szelet kenyér. 36 g, 35 g. Lemaradt az előző bemutatóról, a kis pizza alapnak készült valami. Tehát ezt simán lehet használni tényleg pizzának. A kicsit vastagabbra hagyod, akkor és ketté váltuk, akár még hamburgernek is kitűnő. Tehát jó, a zsemle is jó annak, de szerintem ez szuper. Hülyeség, ezt hülyeséget mondtam. Kiváljuk az egészet francba, kezdjük előről. Na, szóval elkészült a kenyér, meg nem kóstoltuk. Előbb elfelejtettem bemutatni a kis pizza alapomat, nagyon szépen megsült, erre bármit felrakhatsz, sőt, hogyha csak pizzát akarsz sütni, szerintem amikor már félkész, meg is tölthet, a hülyeség nem kell. Kivágod, nem érdekel. Jó. Sem, de én így beszélek, de ott kapcsolod le az egészet, nem kell tovább. Kiváglak. Ha már csak azt kell csolni. Ez meg megy még.